Ferenc pápa Budapesten, ez olvasható az 52. Eukarisztikus Világkongresszus honlapján. A találkozót eredetileg 2020-ban szervezték volna meg, azonban a koronavírus járvány, mint sok minden mást, ezt is keresztül húzta. A tavalyi évre szervezett találkozó új időpontja 2021. szeptemberére tevődött át, melynek záró miséjén maga Ferenc pápa is részt vesz. Ravas Csaba, Tolnaváros plébánosa, az eukarisztikus találkozó Pécsi Egyházmegye által kinevezett felelőse úgy nyilatkozott, sok minden változott már tavaly óta, és még nagyon sok kérdés tisztázatlan az eseménnyel kapcsolatban. A plébános azt is hozzátette, hogy a koronavírus járvány jelenléte miatt kérdéses, hogy mennyire lesz világméretű a találkozó. Egyik apostoli levélben szó van erről is, hogy kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Éhínség, betegség, kard, mezítelenség, csomó mindent felsorolnak. És a világ ebben nem változott, mert annyi minden el tud szakítani, szó szerint is egymástól is, meg Istentől is. A világ az mindig ilyen, hogy ellenszél fúj. Viszont ebben az ellenszélben is, tehát keresi a hívő ember a biztos pontokat. Az atya úgy nyilatkozott, nem lehet tudni még milyen formában rendezik meg az eseményt, de a forma nem fog sebet ütni a tartalmon. Azt is hozzátette, hogy a hitélet megsínlette a járványhelyzetet. Ami most van, hogy egy csipke rózsika álomból kell tehát most fölkelteni Magyarországot is, egyházmegyénket, a plébániáinkat, abban, hogy azért autópályán nem egy nagy távolság ez a Budapest, hogy ki a maga közösségével és lehetőségeknek megfelelően részese lehessen ennek. Úgyhogy buzdítok én is mindenkit arra, hogy akár a mostani első áldozásra készülőket újfent erre készítve, akár a pápával való találkozásra tudjunk ott lenni. Bízunk benne azért, hogy sok minden a terveink szerint is megtarthatóvá lesz. Lelkesedésünk nem hagyott alább, hiszen valamiképp, ha már itt Magyarországon van, legutóbb Manilában, Fülöp-szigeteken, úgyhogy nem mindig lehet oda mennie egy gyalogjáró embernek. Rajtunk múlik, és nekünk szól, meg rólunk szól, tehát ezt éreznünk kell. Az eukarisztikus kongresszus alapvetően katolikus világtalálkozó, de 2021-ben jóval több ennél. Ez az első nagy találkozási lehetősége a híveknek a világjárvány után. A katolikus egyház tanítása szerint az oltári szentségben jelenlevő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. Magyarországon 1938. májusában tartották a 34. eukarisztikus világkongresszust, így a 2021-es esemény a második ilyen alkalom lesz, amikor Magyarország bemutatkozhat a világ előtt, mondta Fülöp Ernő kalocsai plébános, a Kalocsa belvárosi plébánia irodaigazgatója. Azt mondja, az egyház feladata változóban van, és ezeknek a feladatoknak a megünneplése lehet a kongresszus. Azt gondolom, hogy miután az egyház egy közösség, ami minden megkeresztelt embert magába foglal, ezért az egyház annyiban lesz élénkebb és annyiban lesz hatásosabb, hogy a megkeresztelt emberek egymáshoz való viszonya mennyire keresztény, vagy mennyire nyilvánvaló az, hogy ők az egyházhoz tartoznak. Nem feltétlenül a hierarchiának a feladata és a küldetése az egyházat úgymond propagálni, vagy az egyház életét megmutatni. Sokkal inkább a közösségi, a megkeresztelt embereké, akik az összefogásukkal, a szeretetükkel nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni. Nagyon is komoly erőt kapunk mi magunk is, lelkipásztorok abból, hogy érezzük, hogy szükség van arra a küldetésre és feladatra, amit mi betöltünk. De ennek a helyzetnek egy nagyon komoly veszélye is van. Az emberek jó része elveszítette a valósággal való kapcsolatát, és egy virtuális világba vonult vissza, és ebben a virtuális világban nagyon könnyű a valóságérzéket annyira elveszíteni, hogy olyan dolgokat mondanak ki, vagy írnak le, sokszor a névtelenség ködébe burkolózva, ami már túllép minden emberi, elképzelhető emberi kapcsolatra. Rendszert, amit személyes kapcsolatok terén soha nem tenne meg. Ennek vannak nagyon komoly veszélyei is.
És ezért nagyon komoly a küldetés, hogy a keresztény testvériséget és a szeretet szellemiségét, amit Jézus Krisztustól megtanultunk, újra felelevenítsük és átadjuk az embereknek, visszavezessük valamiképpen a valóságos világ területére őket, mert nagyon sok veszélyt hordoz ez a virtuális elzárkózás. Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak a megünneplése kell, hogy legyen a kongresszus, annak, hogy egy országon belül, mint most jelen esetben mi magyarok kaptuk meg ezt a csodálatos lehetőséget, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust megszervezhetjük, tehát egy kicsit rajtunk a világ szeme. Nyilván a járványhelyzet, nem tudjuk, hogy ez mennyiben fogja befolyásolni, de az biztos, hogy rajtunk a világ szeme, akár virtuálisan, akár valósan, és most egy kicsit bemutatkozhatunk. Bemutathatjuk azt, hogy mi magyarok az elmúlt 1000 esztendőben hova jutottunk, hol tartunk most, és hogy az eukarisztikus életünk mennyiben jelenik meg, mennyiben mutatható meg a közösségeinkben, mennyire tudjuk valóságosan megünnepelni azt, amilyen a kapcsolatunk a legszentebb eukarisztiával, vagyis a valóságosan jelenlévő Jézus Krisztussal. Az eukarisztikus kongresszusok küldetése, mondja az egyházfi, hogy megmutassa egy-egy nép az adott történelmi helyzetben, hogyan éli meg az eukarisztiához való kötődését. Az egyház legfontosabb feladata ma az, tette hozzá Fülöp Ernő, hogy megtalálja a kötődését az emberekhez. Az adott történelmi helyzetnek és kornak megfelelően fogalmazzuk meg azokat a válaszokat, amelyek örökérvényűek. Jól lehet, Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt mondta el a tanítását, de ez a tanítás örökérvényű. Az egyháznak, illetve az egyháziaknak különleges feladata, hogy egy adott korban az adott emberek kérdéseire válaszolva az ő beszédstílusuknak, gondolkodási mechanizmusuknak megfelelően tudják megfogalmazni az örökérvényű értéket. Ez nagyon nagy feladat.